így indult a nyársapáti gokart pályán ez a nem mindennapi versenyautó ma délelőtt. A Budapesti Műszaki Egyetem motorsport csapata érkezett a pályára, hogy teszteljék autójukat, és kipróbálják annak új beállításait a következő megmérettetésük előtt. Ez egy Forma Student versenyautó, eznek az a lényeg, hogy egyetemi hallgatók tervezik és építik meg. 210 kg nagyjából a miénk, egy karbonszálos monokokja van, és van benne egy 600 köbcentis Yamaha motor, olyan nagyjából 60-70 lóerőről beszélünk, gyakorlatilag 4,5-5 másodperc alatt van 100-on. A motor és a felnik kivételével tehát mindent ők terveztek és építettek is meg az autón. A csapat 2018-ban alakult, majd a következő évben már Hollandiában, Csehországban és Magyarországon is rajthoz álltak a Formula Student elnevezésű versenyen, ahol hallgatókból álló csapatok együléses versenyautó tervezésben és építésben mérik össze tudásukat. Tavaly a vírus miatt bár elmaradtak ezek a versenyek, idén azonban ugyanezen a három helyszínen mérettetik meg magukat a fiúk, legközelebb most Csehországban. A világ különböző részéről jönnek össze az egyetemi hallgatói csapatok. Európát járjuk a nyarainkba, egymás ellen versenyzünk, esténként szórakozunk egy kicsit. Így nyilván nem csak a pályán mérjük össze a tudásunkat, hanem statikus versenyszámaink is vannak, ahol be kell mutatnunk az autó tervezését, dokumentálását, és fel kell ráépíteni egy üzleti tervet is, ami természetesen csak fiktív. Itt el kell adni az autót a bíráknak. A normál versenyeken 4 pilótát kell neveznie egy csapatnak, a járványhelyzet miatt azonban most csak 2 lehet. A gyakorlás mellett a mai nap másik célja az volt, hogy a többi diák is kipróbálhassa magát, és kiderüljön, hogyan teljesítenek az autóban, mondta az egyik csapattag. A versenyeken pontozásos rendszer működik, ahol az eredmény 40%-át a statikus, 60%-át pedig a dinamikus versenyszámok adják.